Welcome back to the session. Mindenkit üdvözlök a második részt alkalmából. I really appreciate your attention. Nagyon értékelem a figyelmeteket. Your craving for knowledge. A tudás utáni vágyatokat, sóvárgásotokat. I always say knowledge is wisdom. Mindig azt mondtam, hogy a tudás az bölcsesség, hatalom, hogy a magyar mondja. Turn your knowledge into wisdom. Úgyhogy ez a használt tudás az az igazi. And wisdom is the power of prevention. És ugye a bölcsesség az a megelőzésnek a alapja. And the next topic I would like to share is our biggest organ in our abdomen. A legnagyobb szervünket szeretném folytatni, ugye ez a Myles. Which is the liver and gallbladder problems. Ez ugye a máj és az epevel kapcsolatos problémakör. Now liver is the biggest organ in our abdomen. Tehát legnagyobb emésztési szervünk, ugye a testben a legnagyobb szerv. It's a very important organ in our body. Egy nagyon komplex szerv a testben. But we are destroying it on a daily basis. De szisztematikusan gyilkoljuk naponta. Through our daily food. A elfogyasztott ételeinkkel. We're eating too much fatty food. A túl sok elfogyasztott zsíros étellel. And we are eating a lot of toxins. És elfogyasztott sok méreganyaggal. Do you know when you eat a lot of toxins, the liver will try to do a very good task is to encapsulate the toxins for you. De hát amikor megettük, elfogyasztottuk ezt a sok méreganyagot, akkor a munkába lép a májunk, és szeretné ezt a sok méreganyagot kigyűjteni egy ilyen csomagba, kapszulába. So when your toxins have been encapsulated into your liver. Tehát hogyha ezek a méreganyagok felhalmozódnak a májban. So the toxin will not harm you. Így aztán ez nem sért bennünket, nem okoz nekünk bajt. Then they will disintegrate the toxins and slowly is dispersed into your body system. A derékmájunk azok lebontják ezeket a méreganyagot és így szétterítik a testünkben. But there are too many clever people today. De túl sok ez a elfogyasztott méreganyag. You go to a special health center? Különböző egészségügyi központokba megyünk. You go for a special nutrient for liver detox. És különböző májméregtelenítő eszközök vannak, szerek vannak. So when your blood circulation is chalky? Tehát hogyha a mi vérkeringésünk az túl sűrű a vérünk és nehezen működik. And a lot of microcirculation is clogged. Nagyon sok ilyen rögöcske alakulhat ki, ilyen kis mikro rögöcskék. Your organ elimination of toxins like kidney. Tehát a méreganyag megszüntető szerünk például a vese is ilyen. Lungs. A tüdő. Digestive system. A emésztőrendszer. Even your skin. Sőt, a bőrünk is ez. And if you go and do liver detox. És ugye a májunk az, ami ezt megszünteti, illetve lebontja. It's just like you drop a bombshell in the body. Ugye ez azt jelenti, mint hogy sok bomba lenne szana szét a testünkben. You are dispersing all the toxin in every part of the body. Úgyhogy így egy méreganyagot bombázzuk a testünket. And that is the mistake a lot of common people. És ezt a hiba, amit a legtöbb hétköznapi ember elkövet. So of course, not only this. De természetesen nem csak manapság. When you're eating a lot of acidic food, amikor sok savasító ételt fogyasztunk, you're choosy about food, ezek a különböző finom falatok, your food is lack of fruits and vegetables, nagyon sokszor nem fogyasztunk elég zöldséget, gyümölcsöt, things like apples and lemons, ilyen például az alma vagy a citrom, then you will see that your bowels in the liver will start to crystallize. Hát az bizony, akkor meg kell nézni a bélrendszerünket és a májunkat, ez a sok méreganyag kikristályozódik benne szinte. The bile flow in the liver is very important. It should be flow freely. Tehát a különböző flórája, a flóra a epevezetéknek. When the bile flow is impact. Tehát hogyha ez eldugul, tehát túl sok ilyen sűrű anyag van benne. You cannot detox yourself. Akkor nem tudjuk magunkat méregteleníteni. Of course, the crystallization can form stones in the bile ducts in the liver.
Tehát ezek ilyen kis kövecskéket okozhatnak a EP-ben, illetve a májban is. And the stone can also form in the gallbladder. És ráadásul ugye a epehólyagban is lehetnek kövek. The function of the gallbladder is very important. A epehólyag szerepe nagyon fontos. What is the function of the gallbladder? Miért is van epehólyagunk, mit csinál? So the bile flow, it will go to the gallbladder and for concentration. Tehát az epe folyadék, az kifolyik innen a epe vezetéken keresztül. So when you are eating a fatty meals with a lot of fat concentration? Tehát hogyha zsíros ételt fogyasztunk, the gallbladder will squeeze some concentrated bile to dissolve your fats. Akkor az epehólyag epe folyadékot bocsát ki, hogy meg tudjuk emészteni az elfogyasztott zsíros anyagokat. But many people don't think the gallbladder is important. De sokan nem ismerik fel az epehólyag fontosságát. When doctor told you have some stones in the gallbladder, you got frightened. Amikor az orvos közli velünk, hogy tele vagyunk epekővel, akkor bizony megérdünk. And on the advice of the doctor, you remove your gallbladder. És hát ezt ugye el szokták távolítani. In long term, without gallbladder, you will face a lot of problems. Tehát, hogyha kivették a epehólyagot, akkor sok problémák lesz utána. Especially the concentration of the bile is less. Tehát kisebb lesz a epe koncentráció, epe folyadék koncentrációja. In effect, the fat digestion. Ez befolyásolja a zsíros anyagok emésztését. And it causes a lot of problems in the digestive system. És ez az emésztőrendszerben sok problémát okoz. And of course, you can see liver has multiple functions, more than 500 functions. A májunknak rengeteg funkciója van, több mint 500. When the liver is out of balance. Hogyha nem megfelelően működik a májunk. Then your cholesterol is out of balance. Akkor a koleszterol szintünk is rossz lesz. Your good cholesterol and bad cholesterol is produced in the liver. Ugye a jó és a rossz koleszterint egyaránt a máj állítja elő. So when you have high cholesterol, you go to the doctor. Doctor will give you certain drugs to reduce the cholesterol. Hogyha magas a koleszterin szintünk, akkor elmegyünk az orvoshoz, aki gyógyszert ad nekünk, ami csökkenti a koleszterin szintet. And that is not the right way to control your cholesterol. De ez nem a megfelelő módja annak, hogy kezeljük a magas koleszterin szintet. Because if you take the cholesterol drug in long term, hogyha ezt fogyasztjuk hosszú távon, a koleszterin orvosságot, it's going to have a lot of side effects. Akkor nagyon sok mellékhatásnak nézünk elébe. Not only retard your liver function and kidney function. Nem csak megviseli, rosszabbá teszi a máj és az epe funkciót. For men, it can cause impotence. És ugye ez nagyon probléma, ez problémát okozhat. So we have to manage our body wisely. Tehát bölcsen kell kezelnünk a testünket. If we want to reduce the cholesterol in your body, ahhoz, hogy le tudjuk csökkenteni a koleszterin szintünket, you need to balance the function of the liver. Először is a máj funkciót kell kiegyensúlyoznunk. Of course, there are many other important functions like you boost your immune system. De természetesen sok más fontos funkció van, az immunrendszer például. And help you to recycle your red blood cells. Ami ugye segít, más funkció is van a májnak, a vörös vértesteket újra előállítja, ugye ezek elhalnak 80-100 naponként, és ez a máj állítja elő újra. But today, not only people destroy their liver function with food. De hát az elfogyasztott étel is ugye bombázza, veszi a májat. And stress is also one of the. És a stressz az nagyon szintén igénybe veszi. You don't have enough sleep. Mert ha nem alszunk. You don't sleep at the right time. És ha nem megfelelő időben alszunk el. You destroy your liver function. Ugye ez megszünteti a, tehát igénybe veszi a májat, ugye mondják is, hogy rossz máj, hogyha a mája probléma, akkor az egyből ilyen idegi problémát is okoz stressz esetén. And you can see liver is a big organ. Ugye látjuk, hogy a máj ez egy nagyon nagy szerv. You may have some problems in the liver, but without symptoms. Lehet probléma a májban, anélkül, hogy valami tünet jelentkezne. So normally when you have symptoms, for example, you have pain in the liver. Normál esetben ugye fájdalom jelenik meg a májban, ez egy tünet. It may be too late. De akkor már ez túl későn van. It could be a late stage of liver cancer. Hát bizony, akár máj rák is kialakulhat. So we have really have to take precautions to take care of our liver.
Úgyhogy figyelnünk kell arra, elővigyázatosan kell figyelnünk a májunkra, egészségére. The next topic I would like to touch on is exercise. A következő téma, amit érintenék, ez a napi tornázás, fizikai tevékenység, mozgás. I would like to emphasize our exercise because it's so important. Nagyon hangsúlyozom, hogy ez nagyon fontos. It's not that when you have time you exercise, you don't have time you don't exercise. Ez nem ürült rá, hogy nincs időnk rá. Because it is essential to maintain good health. Mert ez alapvető fontossága a jó egészség fenntartásához. But look at the lifestyle today. Nézzük meg a mai életstílusunkat. People is lack of exercise. Az emberek gyakorlatilag nem mozognak. People want convenience. Kényelmesek. And you know, 3 weeks ago when we were in the airport. Tehát például, amikor elmegyünk a repülőtérre. We had two lanes. Két sáv van. One is escalator. Az egyik a mozgó lépcső. One is steps. A másik a lépcső. But which one would you choose? És akkor melyiket választanád, a mozgó lépcsőt vagy a lépcsőt? Most people would choose escalator. Hát sajnos a legtöbb ember a mozgó lépcsőt választja. Ahelyett, hogy ő maga felgyalogolna a lépcsőn. So that's why people are lazy. Ja, szóval lusták az emberek. Or maybe they don't want to put an effort. Lehet, hogy nem helyeznek rá elég hangsúlyt. Now, I would like to emphasize why the important exercise. Miért, azt szeretném hangsúlyozni, hogy miért is fontos a mozgás. And in order to make you understand why exercise is important. Szeretném megértetni veletek, miért fontos a mindennapi mozgás, torna. I want you to participate in exercise. Szeretném, hogyha részt vennétek egy mozgásban. Can I have your cooperation? We have some exercise. Megnézhetjük azt, hogy mit mozogtok? Please rise. Akkor álljatok fel. After the exercise, you will feel that I will exercise every day. Úgyhogy az lesz majd a dolognak a buké, a lényege, hogy utána, amikor befejezzük, úgy éreztük, hogy milyen jó lenne még mozogni. Let's start. Kezdjük. Two, akkor... three, four, five. Ne habozz, csinálj te is. Six, nincs lazsálás a végén. Ugye milyen jó volt? How do you feel? Hogy érzitek? Jó volt? Now, after the exercise, I'll explain, then you understand. Na, akkor most elmagyarázom, hogy amit meg kell értenetek. Now we look at the heart now. Nézzük meg a szívet. When you don't exercise, the heart is pumping monotonously. Tehát, hogyha nem mozgunk, akkor így szép, lazán, lassan pumpál a szívünk. And our blood circulation it penetrate very shallow. Így nagyon gyenge a véráramunk. So many parts of the organs and system you cannot have good supply of blood. Így aztán sok szervünk nem kapja meg a megfelelő mennyiségű vért. And this affect the delivery of the nutrients? Ugye ez a vér viszi a sejtek ezzel a tápanyagokat? And oxygenation? Az oxigént. And worst of all, your immune cell, your policeman cannot reach the site of the problem area. Úgyhogy meg az immunsejteket, hogy a rendőrök elcsípjék a rossz fiúkat. And your toxins cannot be removed. Ugye, és hogyha nincs megfelelő véráram, akkor a méreganyagot se tudja elszállítani. So, but when you exercise, és hogyha mozgunk, your heart pumps harder. Akkor a szívünk gyorsabban pumpálja a vért. Your circulation will go deeper in your cellular region. Úgyhogy sokkal mélyebbre hatol be így a vérkeringésünk a szervekbe, erősebb lesz a vérkeringésünk. To most parts of your organs? A legtöbb, a szervünknek legtöbb része megkapja a vér mennyiséget, ami kell neki. So of course, the nutrients, the blood circulation, and of course the
toxins can be eliminated. Úgyhogy a megfelelő tápanyagellátás oxigéntálást biztosítjuk, illetve elviszi a méreganyagot a sejtektől így a vérára. Blood circulation is like the river, transporting the water. Ugye ez olyan, mint a folyó, ami a vizet szállítja nekünk, ugye, és... The lymphatic system is like the sewage system in the city. Ugye a nyirokrendszer az olyan, mint a szennyvíz csatorna hálózat egy városban, olyan a mi nyirokrendszerünk is. And of course, lymphatic system has no pump. De a limfa, tehát a nyirokhálózatnak nincsen pumpája, tehát nincs egy szíve, ami ugye azt működtesse. It depends on your exercise, especially your muscles. Tehát gyakorlatilag a különböző izmaink összehúzódása működteti a nyirokrendszerünket, tehát magyarul a méregtelenítésünket, tehát minél többet mozgunk, annál jobban méregtelenítünk. A nyirok annál jobban működik. When you exercise, amikor így mozgunk, your lung expands further. Akkor ki tágul a tüdőnk, and it squeeze your lymphatic system. És összenyomja, nyomogatja a nyirokrendszerünket. And lymphatic system is very important. Ez nagyon fontos nekünk. It carries a lot of immune cells. Nagyon sok immun sejtet szállít. And the nutrients. És tápanyagot. To every part of the cells. Minden sejthez. And of course, detoxification also depends on lymphatic system. És természetesen a méregtelenítés és a nyirokrendszer működésétől függ. So can you imagine if you don't exercise, the lymphatic system get blocked? Hát képzeljük el, ha nem mozgunk, akkor eltömődik a nyirokrendszerünk. Of course, you can have swelling in the body. Természetesen izzadhat. In long term, because of the poor immune system, you can have cancer. Tehát így aztán hosszú távon ez csak nem alakul, tehát nem jó, hogy ez van, akár még rák is kialakulhat a sok méreganyagtól. Now you understand why exercise is so important. No, ugye aztán megértettük, hogy miért fontos a mozgás. If you join your head, your blood vessel together. Így aztán összekapcsoljuk a véráramlal. Do you know how long is your blood circulation? Tudjátok, milyen hosszú a vérereink hossza? It goes around the earth 2.5 times. Tehát 2.5-szer körüléri a Földet. Emlékszünk még, hogy durván 40 000 km az egyenlítő, tehát ugye ebből kijön 100 000 km az érhálózatunk. It's 100,000 km. Ugyan, ott van felírva, látjuk tehát. But if you don't exercise, ha nem mozgunk, maybe your heart is able to pump 50 km. Akkor lehet, hogy csak 50 km-re tud kiáramolni a 50 km érhálózaton keresztül áramlik a vérünk. A teljes helyet. So it leads to a lot of stagnation of the blood in the microcirculation. Ugye hajszálereket kell most figyelembe vennünk, ugye a vérkeringés jó része hajszálerekben zajlik. When there is a stagnation at the cellular level. Tehát hogyha valami stagnálás vagy pedig tehát pongás lép fel sejtszinten. You can see that there is no oxygen exchange at the cellular level. Akkor nincsen oxigéncsere a sejtszinten. Immune cells. Immunsejtek, oxigén, and worst of all is the toxins is unable to be removed from your body. És a legrosszabb ugye az, hogy a nem tud kiáramolni a méreganyag a testből, a sejtekből. A lot of people think detoxification removal of toxin is a natural body process. A sok ember azt hiszi, hogy ez természetes folyamat, hogy méregtelenítünk. That's what a lot of doctors believe. Itt sok ember azt hiszi. But I want to tell you a story when many years ago. Mondok egy történetet, sok évvel ezelőtt. We exercise every day. Minden nap mozogtunk. And of course we have a lot of sweat. Így aztán izzadtunk rendesen. And we thought that we have good elimination of toxins. És azt gondoltuk, hogy nagyon jó a méreganyag kivitelünk, nagyon jó méregtelenítünk. And in the year 2001. És így 2001-ben. When I came to know about DXN Ganoderma. Amikor megismertem a DXN-es ganodermát, nagyon érdekes, különös dolog történt. Before my husband took ganoderma, mielőtt a férjem elkezdte a ganoderma fogyasztást, he sweat. Izzadt persze. I was happy. És örültem ennek. Because I said the more you sweat, the more you remove toxins. Mert azt gondoltam, hogy minél többet izzadsz, annál több méreganyag jön ki. However, after he started to take ganoderma, de miután elkezdte fogyasztani a ganodermát, I saw something different. Valamit különöset láttam. Under his armpits. Így a hón alja alatt. There was a lot of yellowish, orangey color. Érdekes sárga és narancsszínű foltok voltak a ruhán.
The quality of the detoxification. Tehát a méregtelenítés minősége. I only noticed after my husband taking Desengadurama. Csak akkor vettem észre, hogy mennyire hatékony a Desengadurama, miután elkezdte szedni a férjem. With exercise and Gadurama. Amikor Ganodermát fogyasztunk és mozgunk. You can see that the quality of toxins is being removed from the body. Akkor látjuk, hogy mennyi mennyiségű méreganyag válik ki a testünk. And this is prevention. Ez az úgynevezett megelőzés. If you can remove your toxins on the daily basis. Egyébként nem tudnád így ki vezetni a mérget minden nap, ne tudnám méregtelenítani minden nap. You're doing detox on every day on the daily basis. Ugye minden nap méregtelenítünk. You don't have to go for special detox. De nem kell különleges méregtelenítő procedúráknak alávetni magunkat. So the blood circulation is so important in our life. Tehát a vérkeringés nagyon fontos az életünkben. Our especially our heart it has a lifespan. Ugye a szívünknek van egy élettartama. In fact, the lifespan of the heart in our life. Tehát gyakorlatilag a szívünk élettartalma az megmondja mi magunk életünk hosszát is. 2.9 billion times throughout our life. Amit látjuk, két és a durán 2.9 milliárdot képes verni a szív vagy élet folyamán. That is if you have a healthy heartbeat. Az azt jelenti, hogyha egészséges vagy és egészségesen dobog a szíved. 60-70. Tehát hogyha 60-70-et dobog percenként. Then you are able to achieve longevity. Akkor bizony hosszabb életre fogsz számíthatsz. Due to certain problems. De bizonyos problémáknak miatt következtében. Like obesity. Olyan, mint az elhízás. Hypertension. A magas vérnyomás. Heart disease. Különböző szív problémák, betegségek. Your heartbeat has been disturbed. Gyorsabban fog verni a szív. It can be too rapid. Gyors lesz ez a ritmus. Especially hypothyroid. És ez magas pajzsmirigy működést is jelentett. Then you use up your beats too fast. Így aztán a szívünk túl gyorsan fog dobogni. Therefore, we shorten our lifespan of the heart. Így aztán arányosan rövidítjük az életünket. So the other part of the health problems I would like to emphasize is chronic stress. A másik téma, amit érintenék, ez a krónikus stressznek a köre. Stress actually is directly related to our digestive system. Tehát a stressz az közvetlen kapcsolatban van az emésztőrendszerünkkel. Have you ever have this experience when you're stressed, especially children in the school having exam? Biztos mindenki stresszelt már vizsga előtt az iskolában. When you're stressed? Amikor ilyen állapotba vagyunk. You have butterflies in your tummy? Akkor ilyen kő van a gyomrunkban, és akkor egy remegés van hirtelen. And some even vomit? Van, aki hány. That the stress can cause a lot of problem to our digestive. Tehát így közvetlenül hat az emésztőrendszerünkre, és érezzük a hatását. Because our brain will release the CRH hormone. Hát a agyunk kibocsát egy külön CRH nevű hormont. To stimulate our adrenal gland to produce the adrenal gland to produce adrenaline. És az adrenalin nevű hormon szabadul fel, ami and the cortisol hormones. És a kortizol hormon is. So you are able to prepare yourself with energy to cope with the stress. Úgyhogy ez egy külön energiát ad, amivel meg tudunk birkózni azzal a helyzettel, amibe kerültünk. I remember many years ago. Emlékszem sok évvel ezelőtt. One of my colleagues went to the place for holiday. Egy kollégám elment nyaralni. And they had an accident. És egy balesetet szenvedett el. The car went into the ravine. Beleesett egy ilyen szakadékba az autója. And of course the wife and the children they were unconscious. Elájultak a gyerek meg az asszony. But the husband was unhurt. De a férfi az sértetlen maradt. But can you imagine the husband look at the wife and children in the car? Képzeljük magunkat a férfi helyébe, hogy látta a feleségét meg a gyereket, ugye elájult állapotban. And if not careful, the car will roll down to the valley. És akkor egy pörgött az autó.
lenne a völgyben. És akkor nem tudta, hogy mi fog történni. With his own effort. Tehát hogy saját maga próbált valamit csinálni. He could push the car up the valley. És elkezdte kitolni a kocsit a szakadékból. This is the power of adrenaline. Hát ez az adrenalin, tehát olyan hirtelen nagy erőfeszítésre vagyunk képesek akkor. So if a tiger is chasing after you. Tehát hogyha egy tigris hajt bennünket. Same thing will happen. Akkor aztán futunk, mint a nyúl. Normally you can only jump 3 feet. Átlagosan 3-at lépünk. But if tigers behind you. És de hogyha tigris van a nyomunkban. You can jump 10 feet. Akkor 3 métereseket. But of course we do not want our body under this type of stress in long term. De természetesen ezt a hosszú stresszet nem tudjuk elviselni. It can kill us. Ez megöl bennünket. So what are the harmful effects of the stress? Vegyük szemügyre a stressznek a káros hatásait. When you're under stress, you will lose a lot of vitamins, especially the B groups of vitamins. Tehát, hogyha stressz alatt vagyunk, akkor nagyon sok vitamint vesztünk, különösen a B vitaminok fogynak nagyon gyorsan. And we know the B group of vitamins, they are so important for our nervous system. Mint tudjuk, a B vitaminok csoportja nagyon fontos az idegrendszerünk működésében. Our cardiovascular system. A szívérendszerünk működésében. Our endocrine system. Az endokrin rendszerünk működésében. And it can affect our emotion. És a érzelmeinket is befolyásolja. So that's why spirulina has been used for a lot of replacement of all these B groups of vitamins. Ugye ezért használjuk a spirulinát a B vitamin csoportok pótlására. Of course, spirulina is complete food. A spirulina egy teljes étel. Why it works wonder? És hogyan működik? The nutrients that it has, especially the B groups of vitamins. Azok a tápanyagok, különösen a B vitaminok csoportja, ami benne van. The chlorophylls. A chlorophyll. Actually is able to balance the cell functions. Képes kiegyensúlyozni a sejt funkciókat, működést. Organ function. A szerv működést. Especially the liver function. A máj működést. And especially if you're under stress, the liver will be badly affected. Tehát hogyha stresszelünk, akkor ez rossz hatással van a májunkra. So from my past experience, I've been using a lot of spirulina for depression. Tehát a régebbi tapasztalatom azt mondja nekem, hogy a depresszió kezelésre kiváló a spirulina. Anxiety. A idegesség ellen. And hyperactive child. És a hiperaktív gyerekeknek lehet adni, hogy nyugodjanak le. You can give megadózis. És megadózisban is adhatjátok ezt, tehát nagy mennyiségben. You can give 30 tablets, 50 tablets, no problem. Nem probléma, hogyha 30 vagy 50 tablettát is fogyasztotok. Of course. I have told you that stress, there is a direct connection between your nervous system and your digestive system. Ahogy az előbb mondtam, közvetlen kapcsolat van az idegrendszer és az emésztőrendszer között. You will have increase in nutrients absorption. Így aztán fokozott mértékben fogyasztják a különböző tápanyagokat. When you're under stress, stressz alatt, the adrenaline works. Az adrenalin. You have a lot of constriction of the blood vessels. Nagyon sok összehúzódás van a vérrendszerben. And this is in your digestive system. A emésztőrendszerben. It will affect your absorption. Ez hat ránk erősen. Of course, due to the constriction, it will affect the oxygenation in all parts of the body. Tehát, hogyha összehúzódik a vérrendszerünk, akkor ugye csökken az oxigénellátás a testben. And the blood flow to your digestive system is 4 times lesser. Tehát így kevesebb vér jut az emésztőrendszerünkbe is. An enzyme is affected. És az enzimeket is ugyanígy befolyásolja. That's why stress is one of the factors is killing our production of enzymes. Úgyhogy ez az, ami a stressz öl bennünket. And it weakens our immune system. Például az immunrendszerünket is. Of course, it can also cause inflammation in the gut. Ez gyulladást okozhat a bélben. The next important lifestyle disease caused by us is sleeping time. A következő életstílusbeli hát nehézség az a alvásnak, a alvás hiánya, a rossz alvás. Most of us sleep at the wrong time. A legtöbben rossz időben alszunk. Our body have a biological clock. Ugye, mint tudjuk, a testünknek van egy biológiai órája. And every organ has its time to
repair itself. Minden szervnek megvan a maga működési ideje, ugye 24 óra alatt, hogy magát helyreállítsa, és I would like to emphasize again on the liver and the gallbladder. Megint javasolni, illetve ki emelném a májat, illetve az epét. Why so many people have liver problems today? Miért van az, hogy nagyon sok embernek máj problémája van manapság? I have so many university students at the age of 19, 20. Sok egyetemista 19-20 éves korában. They have abnormal liver enzymes. Rossz máj enzim egyensúly alakult ki. What's the cause of that? Náluk. Miért van ez? This group of students normally they focus on study. Ugye ezek az emberek, az egyetemisták a tanulásra koncentrálnak. They are so stressful. Stresszelnek rendesen. They sleep late at night. Későn fekszenek le. And the best time for the liver to repair is 1 to 3 o'clock in the morning. Ugye a 2 és 3 között regenerálódik a máj, mint tudjuk, hajnalban. But this group of students normally they sleep at 2 o'clock or 3 o'clock in the morning. És akkor ugye ezek 2-3 óra körül feküdnek le. In long term, they have liver problems. Úgyhogy hosszú távon ez máj problémához vezet. So this group of student normally I told them to adjust their sleeping time. Én ezeknek mindig azt mondom, hogy feküdjetek le időben. Sleep a bit early. Egy kicsit korábban. You can sleep at 11 o'clock. Mondjuk 11-kor is lefekedtek. And then get early 5 o'clock to study. És akkor 5-kor fölkeltek, és akkor a friss aggyal reggel tudtok tanulni. Then you will not harm your liver. És akkor így nem sértitek, nem rongáljátok a májatokat. So not only that, a lot of young people, young adults. Úgy nagyon sok fiatal. They stay up late. Éjszakáznak. They enjoy their social life. Hát buliznak, élvezik az életet. And this group of people also have a lot of liver problems. És ők is kitettek ezért máj problémának. And the next common factor among us is lack of drinking good water. A másik problémakör a egészséges ivóvíznek a hiánya. Why water is important? Miért is fontos a víz nekünk? 70-80% of our body cell is made up of water. Ugye a testünk 70-80% az vízből áll. Without water, we have no life. Hát ugye az élet a víz az élet alapja. Water help us to transport blood circulation. Ugye a vérkeringést is támogatja a vízivás. Of course, water is also help us to deliver the toxins out from in the lymphatic system. Tehát így a méregtelenítést is segíti. And most importantly, transport nutrients. És a legfontosabb az, hogy tápanyagokat szállítanak a sejtekhez. And also flush out toxins. És elszállítják a méreganyagot. Ideally, we should be drinking about 6 to 8 glasses of water every day. Ideális esetben 6-8 bár vizet kellene innunk naponta. But what is the problem today? És akkor mi a gond ezzel? They are not drinking water. Nem iszunk vizet. They are drinking beverage. Mindenféle üdítőket szürcsölünk. Carbonated drinks. És ilyen szénsavas italokat. And 2 days ago. 2 nappal ezelőtt. I saw a mechanical man. Láttam egy embert. He was repairing the car. Egy autószerelő, szerelte épp az autóját. He was sweaty, he was thirsty. Izzadt. And I was shocked to see he was carrying big bottle of Coke in his car. És közben kólát szürcsölt. Throughout the journey he was drinking just Coca-Cola. Úgyhogy meg is itta az út alatt ezt a kólát, üvegkólát. Can you imagine when you have one glass of carbonated drinks? El tudod képzelni, hogyha elfogyasztasz egy pohár szénsavas italt? Which is about 300 ml. Mondjuk ez 3 deci. You need 32 glasses of water to flush the toxin out. Úgyhogy a 32 pohár vizet kellene meginnunk utána, hogy azt a sok méreganyagot kimossa belőlünk, amit elfogyasztottunk ezzel a másik pohár üdítővel. If you're drinking the carbonated drink, 1.5 liter. És a 1.5 liter szénsavas üdítőt megiszol. You calculate yourself how many glasses of water you need to. Akkor most gyorsan számolj ki, hogy hány pohár vizet kell meginnunk utána. So drinking water is an art. Tehát a vízivás az egy külön művészet és egy külön szükséglet. You need to drink at the right time. Megfelelő időben kell innunk. So that it will benefit your health. Így támogatja az egészségünket. So early in the morning.
így reggel korán. It's best to have one glass of water. Jó, hogyha megiszunk egy pohár vizet. To activate your internal organ functions. Ez beindítja, aktiválja a belső szerveinket. Of course, before your meal time. Tehát, hogyha a különböző étkezési időben. 30 minutes or one hour, you have another glass of water. Tehát étkezés előtt fél órával jó, hogyha iszunk szintén. This is very important. Ez fontos. Why we have so many gastrointestinal problems today? Miért is van ennyi emésztőrendszeri tápcsatornai problémák manapság? I see most people they eat their meal and drinking at the same time. Tehát sok ember azt csinálja, hogy eszik meg iszik egyszerre. And this is going to dilute the enzymes in your gastrointestinal region and your digestion is affected. Tehát ez felhígítja az ételt, és így felhígul az enzim ellátás is az emésztés folyamán. That's why we have so many reflux. Ezért is van ennyi reflux. We have so many gastritis. Illetve vastagbélgyulladás. Actually, all this is caused by poor eating and drinking habits. Ezeknek a fő oka a rossz étkezési és italfogyasztási szokás. So, of course, one glass of water before we take our shower. Tehát egy pohár vizet kell lennünk étkezés előtt. It can lower your blood pressure. Ez lecsökkenti a vérnyomásunkat. And one glass of water before you go to bed. És egy pohár vizet ígyunk, amikor mielőtt lefekszünk. And it prevent your blood become chalky. Tehát így meggátolhatjuk azt, hogy sűrű legyen a vérünk. Prevent stroke and heart disease. És így ez megelőzhetjük a különböző agyvérzést, illetve szívrohamot. So our body is under the attack of our daily így látjuk azt, hogy a testünk állandó támadás alatt áll, annak következtében, hogy hogyan étkezünk, iszunk, illetve hogyan pihenünk, alszunk. Just briefly go through the chart what you eat. Most nézzük meg ezt, hogy mit is eszünk, vegyük szemügyre ezt a képet. White bread is acidic. Ugye látjuk, hogy a fehér kenyér az savasít. Meat is acidic. A hús úgy szintén savasít. Processed food is acidic. A különböző feldolgozott ételek is savasítanak. Of course, milk and dairy products is acidic. A tej és a tejtermékek is savasítanak. The more we drink milk, the more calcium we are losing. Tehát minél többet iszünk, annál több kalcium fog kioldódni a testünkbe, hiszen a savasság az oldja ki a kalciumot. Of course, soft drink is very, very acidic. Természetesen az üdítők talán a legsavasabbak. And the medications. És hát persze a gyógyszerek is. Not only acidic, it causes a lot of side effects. De ez ráadásul nem csak savasít, hanem mellékhatásokat is okoz. But most of us trust a doctor. De legtöbbünk megbízunk az orvosban. And we believe that doctors with medication they can cure our disease. Azt hiszik nagyon sokan, hogy meggyógyít a gyógyszer bennünket. But in long term, it destroys our health. De hosszú távon egyszerűen megbetegít bennünket. Because again, I would like to emphasize on stress is the silent killer. Azt szeretném még hangsúlyozni, hogy a stressz az egy néma gyilkos. And the hidden toxins. És a különböző rejtett méreganyagok. I would like to emphasize one thing there with the deodorant. A másik, amit itt hangsúlyoznék, ez a különböző illatosítók. I do an analysis myself. Ezt magamon próbáltam ki. I have many breast cancer ladies. Nagyon sok mellrákos betegem van. Most of them they love to use deodorants. Legtöbben imádnak különböző dezodorokat használni. Because when you sweat, maybe your boyfriend will say you're smelling. Mert hogyha a barátunk látja, akkor azt hiszi, hogy büdösek vagyunk. So they use deodorant. Így aztán mindenféle dezodorokat használnak. The deodorant is oil-based. Ugye a dezodor az olajbázisú. It also contains toxins. És méreganyagot tartalmaz. When you apply on your skin at the armpits. Tehát hogyha a hónal alá szkennjük vagy fújjuk. Armpit we have a lot of sweat pores. Ugye sok izzadómirigy van a hónaljunk alatt. Why you sweat so much under the arm? És miért is azért is tesszük ugye ezt a hónunk alá? Because it's a channel for detoxification. Mert ugye ez a méregtelenítés fő csatornája, ugye onnan jön ki a izzadság, a méreganyag. But you block it with the odorants. Így aztán ezzel blokkoljuk ezt a csatornát. So you can't sweat in that area. Így aztán nem izzadunk ezen a területen. The toxins is reversed back into your lymphatic system. Ugye a rossz hír az, hogy ilyenkor visszafordulnak a méreganyagok a nyírokrendszeren keresztül a testbe. And our breast is affected tissue. És hát itt a mell szövetbe. So a lot of toxins is accumulated at the breast region. Úgyhogy így a legtöbb méreganyag a mellben halmozódik fel. And it's one of the factors that contribute to
breast cancer. Úgyhogy ez egy nagyon fontos alkotó eleme, oka a mellráknak. So we know the acidic body is bad. Na, menjünk vissza akkor a savas testre. The best pH is 7.35. Ugye a legjobb pH, a test pH az a 7,365 ezred. The problem is we are unable to maintain an ideal pH. Úgyhogy az a gondunk, hogy képtelenek vagyunk ezt a ideális test pH-t fenntartani. Because our body system and metabolism creates a lot of acids. Mert a emésztésünk, anyagcserénk az nagyon sok méreganyagot, illetve savat termel. And on top of that, we are taking a lot of acidic food. Ráadásul nagyon sok savasító ételt fogyasztunk. And we are draining our calciums. És nagyon sok kalcium tartalmú ételt fogyasztunk. And of course, when vesztünk. Your blood is sticky. Tehát, hogy ha a testünk savas, akkor a kalcium kiódódik a fogból, csontból. It can cause a lot of problems in our blood vessels. Ez a érrendszerben sok problémát okozhat, a savasság. You look at the lumen of the blood vessel. Ez nézzük egy keresztmetszetét egy érnek. On the left is normal. A bal oldali a normál. It should be elastic like your rubber band. Ez olyan rugalmasnak kéne lennie, mint egy gumicsőnek. On the right, the blood vessel is hardening. A jobb oldalon látunk egy megkeményedett érfalat. The hardening can be caused by a lot of factors. Ez a megkeményedés ez sok ok miatt van. You could have a lot of bad cholesterol. Rossz koleszterin is okozhatja ezt. Due to oxidation. Oxidáció miatt is lehet ez. And it causes a lot of inflammation in the inside of the blood lumen. És a nagyon sok gyulladás kialakulhat az érfalban, ami szintén oka lehet ennek a megkeményedésnek. We have other factors that cause the inflammation. Sok ok van, ami a gyulladást okozza. So the blood vessel is not smooth, it's rough. Tehát az a ér, az nem sima a fala, hanem göröngyös, tehát ilyen érdes. So therefore sticky blood and other blood cells like platelets. Különböző részecskék, például a vérlemezkék a sűrű vérben. And the fats. A zsír csöppecskék. Like triglycerides. Mint a koleszterin. It can deposit in your in the inner layer of the blood vessels. És akkor ez felhalmozódhat az érfalban. Ez a sok minden, amiről beszéltünk az előbb, és ez okozza az keménységét. When you have a good pH. Ha jó a test pH-nk. This is a scenario. Akkor you have the aquarium is like you have clear water. És ugye jó a vérkeringésünk. The fish is happy. Akkor a sejtjeink azok megkapnak mindent. You can live in the aquarium happily. És akkor jól ellátjuk a testünket. But when your blood is acidic, it's chalky. Amikor a tested savas, akkor a vér az sűrű. And the chalky blood is the one that clogs the circulation. És akkor ezek eltömítik a hajszálvérkeringést. Can a fish live in a muddy environment like the aquarium? Nézzük csak meg, hogy ezt a csúnya, iszapos akváriumot vagy egy hal meg tudna ebbe élni. Same thing with the cells. Hát nem biztos, valószínűleg a hal is ugye ugyanilyen iszapos lenne, hiszen benne van a vízben. This type of blood environment is lack of oxygen. Ugye ez a környezetben nincs oxigén. When the microcirculation is clogged. Amikor elzáródnak a hajszálerek. Just touch your hair, how fine is your microcirculation? A hajunk megtapintásával érzékelhetjük, hogy milyen picik is ezek, vagy milyen kicsi az átmérőjük a hajszálereknek. But it's blocked. De amikor ez eltömődik, oxygen cannot penetrate. Akkor nem tud bemenni az oxigén, persze. Nutrients cannot yet penetrate. Természetesen a tápanyagok se tudnak bejutni. Immune cells, your police cannot penetrate to rescue, to remove the cancerous cells. Ugye ezek az immun sejtek se tudnak bemenni, ugye az idézőjelbe téve a rendőrök, hogy megmentsék a sejtet. And worst of all, toxins cannot come out. És ami még rosszabb, hogy a méreganyag se tud kijönni. So degenerative disease take about 10 to 15 years to do. Így aztán úgynevezett degenerációs betegségek olyan 10-15 évig is eltartanak, amíg ezek kialakulnak.
problems like high blood pressure, diabetes. Ugye ez a magas vérnyomás, cukorbetegség. It take about 10 to 15 years to develop. Ugye 10-15 évig tart, hogy ez kialakuljon. So when you go to the doctor, doctor tell you you have high blood pressure. Hogyha elmegyünk az orvoshoz és mondja, hogy magas a vérnyomásunk. You don't believe it. Nem hiszük el. You look back 10 years ago, what have you done? You torture your body. Hát akkor tekintsük vissza olyan 10-15 évre, hogy hogyan kínosztok a testünket. A lot of people, they are in pre-inner stage of health without symptoms. Úgyhogy nagyon sok ember betegség előtti állapotban van tünetek nélkül. Even you have symptoms. Sőt, ha tünetünk van. People are ignorant that, you know, for example, I have pain, I have a headache. Ha jönnek a tünetek, fejfájás, fájítottam ott. You do not find the cause of the pain. Akkor nem tudjuk az fájdalom okát megtalálni. You prefer to go to the doctor to take a painkiller to take away the pain. Akkor ugye a legtöbb ember elmegy az orvoshoz és irat egy fájdalomcsillapítót. Your body will signal to you, talking to you. Hát a test az próbálja nekünk mondani, hogy baj van, figyelj rám. Either through pain or through symptoms. Például fájdalmakkal vagy más tünetekkel mondja ezt nekünk a testünk, hogy baj van. But people ignore the signal. De az a legtöbb ember figyelmen kívül hagyja ezt. That's why the disease can develop. Hát így aztán kialakulnak a betegségek. From pre-inner stage to disease. Ugye van egy ilyen betegség előtti állapot, és akkor ebből nő ki a különböző betegségek sora. Thank you very much. És köszönöm szépen most.